Pavlik Gábor a Testnevelési Egyetem professzora, és a Ne viccelj az elhízással című egészségnapunkon. Te ugye nem a táplálkozás oldaláról közelíted meg az elhízást, hanem a mozgás oldaláról. Így van, hát ez voltaképpen szakmámból fakad, hiszen sportorvos vagyok, ugye sportolókkal foglalkozom. Természetesen az elhízásnak mindkét oldala rendkívül fontos, érinteni fogom a táplálkozás oldalát is, de hát azért a fő terület a mozgás és annak szükségessége. Kitérve arra is, hogy a mozgásszegény életmódnak nem kizárólag az elhízás a következménye, sokkal több egyéb. Hát például mozgásszervi zavarok, lumbágó, tartáshibák, izületi instabilitás, idegrendszeri labilitás, ugye szorongás, alvászavarok, és hát nagyon és elsősorban szívkeringési betegségek. Persze ezek mind egymással összefüggenek. Milyen mozgásokra teszed a hangsúlyt? Ez egy kicsit életkor függő, tehát ahogy megyünk kissé fölfelé, annál inkább a mérsékelt intenzitású, de elegendő mennyiségű mozgás a legfontosabb. Talán két kulcs szót mondanék, az egyik az állóképesség, és a másik az örömforrás. Az állóképesség az azért nagyon fontos, mert ez az a mozgásforma, ami valóban védi az egészségünket, erőedzéssel néha kicsit veszélyes zónába tudunk jutni. Mérsékelten az is jó, de mondjuk az állóképesség az, ami a legfontosabb. A másik pedig különösen szabadidősportnál, hogy örömforrásnak kell lenni a sport, mert ha valaki összeszorított foggal, kényszerből csinálja a sportaktivitást, annak nem sok hatása van. Te ugye nem vagy már tinédzser, ezt azért elárulhatom. Beszélhetünk a korodról, vagy nem? Nyugodtan beszélhetünk. Professzor emeritus vagyok, ugye 70 év fölött emeritus az ember, és 3 éve vagyok emeritus, tehát matematikai nem túl művelt emberek is ki tudják. Képesek kiszámolni, hogy hány éves vagy, igen. Gondolom mozogsz, tehát, hogy te magad élsz ennek a szenvedélyen. Kicsit sántán jöttem itt a idefelé való úton, és ennek főként az az oka, hogy tegnap egy olyan 40-50 percet kosárlabdáztam, és az mondjuk az én ízületeimnek már egy kicsit másnap, hát hagy nyomot, de remélem, hogy holnapra kipihenem, mert holnap újra kosárlabdázni fogok.